A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a sport, hanem nagyon is a kultúra városa is, és természetesen így a zene városa. Ezért számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy olyan alkotóművészek, olyan pedagógusok tanítanak az iskolákban, akik biztosítanak bennünket arról, hogy a zene az örök, mint tudjuk, és mindenkié természetesen. Vendégem Bergerné Szőnyi Anna. Köszönöm a meghívást. Egyik oldalról a Zenei Nevelésért díjazottja, a másik pedig, amiért én fontosnak tartottam, hogy ma találkozzunk, nemrégiben volt, és erről beszámoltunk mi is a Paletta magazinban, a 100 hegedűs koncert. Azt hiszem, hogy az esztendőre egy fantasztikus történet. És hát pedagógusként is nagyon fontos szerepet játszol, illetve alapítványi vezetőként abban, hogy a zene az tényleg olyan legyen itt Székesfehérváron, a Herman Zeneiskolában, és azon túl is természetesen, ami mindannyiunk számára fontos. No, hát akkor először is induljunk el Bonyhád mellé, Majosra, hiszen ott születtél, ott nőttél fel, és egy olyan családban, amely alapvetés a mai napig, ami elkísér a máig, mondom én. Így van, Szekszárdon születtem, nem messze Bonyhád Majostól. Ez egy kis falu igazából, ahol a szüleim azok igazából bukovinai székely származásúak, illetve hát a nagyszüleim, és nagyon szerettek népdalokat énekelni, és egy ilyen támogató családba születhettem bele, ahol miközben otthon édesanyám tevékenykedett a konyhában, egész nap énekelt. Ez nyilvánvaló, hogy nagyon jó indítatásként. És a dal elkísér a máig, ugyanakkor a hangszerválasztásodat nem tudta meghatározni, hiszen ahogy tudom, a családban nem, ilyen értelemben nem zenélt senki. Te hogy választottál hangszert magadnak? Ebben annyiban pontosítanék, hogy valóban a szüleim, ők nem zenéltek, de Bukovinában a Gáspár család, tehát a Gáspár felmenők édesanyám részéről, ők együtt öten voltak testvérek, és mindannyian egy népi vonós együttesnek a tagjai voltak. Tehát, hogyha kedvük tartotta, akkor mindenki elővette a hangszerét, és együtt muzsikáltak. Tőlük maradt meg igazából egy feles kis hegedű, és ez volt az, ami meghatározta az én hangszerválasztásomat, igazából nem is volt kérdés, ezért irattak be a szüleim Bonyhádra, a zeneiskolába, a hegedű szakra. Így van. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga? Kik voltak azok, akiktől sokat tanultál, akik meghatározták a hivatásválasztásodat is? Alapvetően Bonyhádon nem is hegedű tanár, hanem, tehát hegedű tanárnál kezdtem el tanulni. Sajnos egy év múlva tehát ott hagyta a zeneiskolát, és utána egy cselló tanárhoz kerültem. Nyilván ez szakmai szempontból nem volt a legszerencsésebb, ugyanakkor egy nagyon szigorú és fiatal tanárnő volt, aki igen meghatározta azt, hogy én emellett a pálya mellett tegyem le a voksomat, de utána Pécsre kerültem a zeneművészeti szakközépiskolába, ott Pap György tanár úr volt az első tanárom, végül 11. osztály környékén váltottam mélyhegedű szakra, és a pécsi középiskolai éveimet a főiskolán folytattam Ludmány Emil tanár úrnál. Nagyon-nagyon fontos a középiskola, én azt gondolom, egy zeneművészeti középiskola jószerivel eldönti a későbbieket. Rád is ilyen hatással volt? Biztos voltál abban, hogy a főiskolai felsőfokú tanulmányait is ebben az irányban indítod el? Abban biztos voltam, hogy ezt a pályát, amit elkezdtem,
ezt végigviszem. Igazából talán pont ez a szemlélet, amit a szüleimtől tanultam kicsi koromtól kezdve. Tehát a munkához, vagy bármihez való hozzáállásuk, akár egy varrás, egy főzés, vagy egy kertgondozás, tényleg bármiről legyen is szó, ők amellett kitartóan véghez vitték, és én ezt láttam, hogy az, amiben ők belekezdenek, azokat céltudatosan végigviszik. Nagyon fontosak voltak a főiskolai évek, de bizonyos voltál benne, hogy a tanárszak után már folytatod tovább, mert hogy nem állapodsz meg, és nem kezded el, hanem folytatod, hiszen utána jött a zeneterápia és a művészet terapeuta képzés, majd később a mesterképzés. De ez a döntés felelősségét kérdezem én leginkább, hiszen ez egy rendkívüli döntést igényel, hogy itt most nem állok meg, hanem igenis látok magamban annyit, hogy ezt folytassam. Szerintem az egész életemre ez jellemző, hogy nagyon szeretek olvasni, zenét hallgatni, tanulni. Ha tehetném, akkor most is beiratkoznék körülbelül két egyetemre, és elvégeznék még akár egy néprajszakot, egy drámapedagógia szakot. Szerintem a tanulás a kulcsa, legalábbis az én életemben biztos, hogy a tanulás a kulcsa, meg az olvasás annak, hogy megújulok állandóan. A tanárszakról azért helyek közel tudjuk, hogy mit kapott a fiatal, viszont a zeneterápia és a művészetterápia szakokon mi az, amivel gazdagodtál? Hát főleg a pszichológia alapjaival, illetve egy olyan szemlélettel, amivel az iskolában másképp tudok a gyerekekhez fordulni, másképp tudok hozzájuk szólni, nyúlni, illetve könnyebben észreveszem, hogy ha segítségre van szükségük. Ez a szemléletmód egyébként segít a mindennapokban ma is? Tehát ez elkísér, gondolom. Teljes mértékben. Mint ahogy a művészszak. Tehát a művészszak mesterképzése az már egy következő lépcső. Ezt elengedhetetlennek érezted ahhoz, hogy teljes legyél, teljes legyen ilyen értelemben a pályád? A művész szaknak az elvégzése az igazából számomra azért volt nagyon érdekes és fontos talán, mert felnőtt fejjel mehettem vissza az egyetemre. Teljesen más szemlélettel tanul az ember 30-on túl, mint a 20-as évek elején. Így úgy gondolom, hogy igen, így kerek lett. Tehát így a kerek, akkor a brácsa is más? Valamelyest? Más. Ilyen szempontból igen, azt gondolom, hogy más. Mi az a plusz, amit a mesterképzés ad? Azon felül, hogy itt a jelzőszerkezet azért nyilván már meghatároz, a mesterré válsz. Szerintem a jó magam másképp tanultam, hiszen már több mint 10 éves tanítási tapasztalat volt mögöttem, és ilyen szempontból másképp látom a tanáraimat, akik próbálnak egy-egy instrukciót megértetni, akár az órákon. Kamarazenem Vasvári Tamás volt a kamara partnerem, és igazából vele diplomáztam közösen egy Brahms szonátával, illetve hát a szólóban is másképp nyúl hozzá, mert az ember a hangszeréhez sokkal céltudatosabban, az idejét teljesen másképp tudja az ember beosztani a gyakorlásra. Másképp éltem meg. Tehát fontos a döntés felelőssége ilyenkor is. Fontos. Mert részben az a folyamatos fejlődés záloga. Mint ahogy az is, hogyha valaki helyszínt választ, a tanítási helyszínt, hogy immáron a családjával, akkor egy olyan helyre kerüljön, ahol ki tudja bontakoztatni pedagógusi tehetségét is. Amikor Székesfehérvárt választottátok, akkor mi volt az alapvető motiváció? Hát az alapvető motiváció az ennél sokkal tárgyilagosabb, vagy az élethez szükségesebb vezérelvek irányítottak bennünket, mégpedig az, hogy a férjem ugye katonazenész, jó magam pedig ugye zeneiskolai pedagógusként dolgoztam, én Mohácson tanítottam, és a legközelebbi helyőrségi zenekar az pedig Kaposváron működött. És én a kislányommal nyilván Mohácson éltem, és ő pedig vagy napi szinten ingázott, vagy pedig gyakorlatilag 2-3 hetente tudott hazajönni hozzánk. És egy idő után úgy gondoltuk, hogy keresünk egy olyan helyet, ahol mind a ketten meg
megtaláljuk a számításunkat, és talán mind a ketten a saját hivatásunkat tudjuk tovább folytatni, és nem kell pályát módosítanunk. Hála Istennek, mi és ez így sikerült. Milyenek voltak az első időszakok a Hermannban? Nagyon jók voltak, tehát kedvesen fogadtak a kollégák, inkább magának a városnak a megismerése, az, hogy itt újból ismét otthonra találjunk, hogy amikor a busz beérkezik Székesfehérvárra, akkor úgy érezzem, hogy ismét, hogy haza érkeztem. Hát ehhez el kellett állni egy-két évnek. Tehát otthonról hazajöttél. Igen. Tulajdonképpen most már mondhatjuk. Megerősít az, hogy az iskolában is, én azt mondom, hogy gyorsan népszerű lettél, hiszen meghatározó szereped volt a tanszéken, és úgy általában abban, hogy a Hermann olyan ma is, mint ahogy annak idején megszoktuk, tehát színvonalában magas. Mi mindent kellett tenni azért a hétköznapokon, hogy például egy olyan ünnep, mint a százhegedűs valódi ünnep lehessen? Igazából nagyon különleges dolgot nem tettem. Én azt folytattam, amit korábban az előző munkahelyemen Mohácson, a Schneider Lajos Zeneiskolában tettem. Ott is folytattam zeneóvis foglalkozásokat, ezt Székesfehérváron folytattam, illetve ott is próbáltam, törekedtem a hagyományok ápolására, amit itt Fehérváron úgy gondoltam, hogy ugyanúgy érdemes. Tehát, hogy a korábbi kollégák, akik itt dolgoztak, azok a város programjaiba jól beleilleszkedő, nagyon szép hagyományokat alakítottak ki, olyan programokat, amelyeket érdemes folytatni. Tehát a Kodály-szindróma az nem betegség. Fehérváron hála Istennek nem mondhatjuk. Beszéljünk a brácsáról egy kicsit. A brácsa egy nagyon fontos hangszer mindenféle értelemben, viszont nehéz hangszer is. Tehát ahhoz valami elhivatottság kell, és abban az értelemben pedagógus türelem, hogy valaki jó brácsás legyen. Ez így van. A középiskola második évéig hegedű szakon folytattam a tanulmányaimat, 11-be váltottam. Ennek olyan előzményei is voltak, hogy a középiskolai éveim alatt minden nyáron Franciaországba, Pontarlierbe jártam ki a nyári zeneakadémiára, ahol egy zenekari együttesben vettem részt. Igazából ez egy karmester kurzus volt. Minden évben fiatalok érkeztek, akik szerettek volna megtanulni nagyobb nevektől vezényelni, és ehhez egy ifjúsági zenekart biztosítottak. 2 hétig klasszikus zenéket, 2 hétig pedig kórus és zenekar összetételű darabokat tanulhattunk, és itt a Párizsi Zeneakadémiáról érkeztek tanárok. És az évről évre érezhető volt, hogy hegedűsök mindig szép számmal akadnak, ugyanakkor a brácsa szólamöz mindig kevesebb létszámmal működött. Ez már elgondolkodtatott azon, hogy igen, érdemes lenne esetleg váltani. Illetve az egyik esztendőben egy trombitás ismerősöm az első 2 hét után már hazautazott Magyarországra, és visszaírt egy képeslapot nekem Franciaországban, hogy ami számomra először kicsit értelmezhetetlen volt, de valahogy megemlítette, hogy Pécsen a középiskolában lesz brácsatanár. És én ezt nem tudtam, hogy ez most egy kérdés, vagy egy kijelentés, de amikor hazaérkeztem, akkor kiderült, hogy igazából valóban felvettek egy brácsatanárt, és én abban az évben megkerestem az igazgató urat, hogy én akkor szeretnék átmenni brácsára. Nagy kihívás volt? Hát kicsit más a hangszer, nyilván nagyobb maga, a tartása is fizikailag fárasztóbb. Ugyanakkor nekem jobban tetszik az, hogy egy mélyebben zengő hangszert szólaltathatok meg. És a fiatalokat hogy lehet meggyőzni erről? Mennyire népszerű a brácsa mostanság? Hát a zeneiskolai szinten nincsen sok, tehát az egész zeneiskolában per pillanat egyetlen egy kislány tanul nálam brácsázni, tavaly 2 voltak. Középfokon már többen végeztek itt a Hermannba, és hát szerencsésnek mondhatom magam, mert akik középiskolába végeztek nálam, őket felvették felsőfokú tanulmányokra Pécsre, illetve mind a kettőt Pécsre, igen. És ez mindig megerősítés, azt gondolom, hogy egy pedagógusnak.
Tehát jó arra gondolni, hogy esztendőről esztendőre magasabb szinten folytatják tanulmányaikat, tehát meg is megmaradnak a zenénél, ami a legfontosabb. Hát ez nagy öröm, így van. Egy kicsit beszéljünk az alapítványról. A Tálos Alapítvány az, én azt gondolom, hogy egy rendkívül hiánypótló, minden alapítvány, tegyük hozzá, de a zenei alapítványok különösen, hiszen egy olyan missziót töltenek be, és ez semmi túlzás nincs benne, ami elkezdődik gyerekkortól, és egészen viszi magával generációkon keresztül az emberfia. Ez így van. Itt is vissza tudok utalni, hogy már a Mohácsi éveim alatt is pályázatokat segítettem megírni az ott szorosan kapcsolódó, a zeneiskolához szorosan kapcsolódó alapítványnak, és amikor ide érkeztem, két év múlva Fekete Ferenc igazgató úr megkért, hogy vállaljam el az igazgató helyettesi feladatok ellátását, és ez azzal járt, hogy akkor, hát idézőjelbe, de megörököltem a Tálosodit alapítványt is. És igazából a helyettesi feladatokat ugye már nem látom el, mert egy idő után hát azt vettem észre, hogy a 4 óra, amit el kell végeznie egy helyettesnek, az nálam így felduzzadt több mint félállásra, de hogy igazából engem jobban érdekel, és jobban szeretem magát a tanítást, azt, hogy gyerekekkel lehetek körbevéve, de az alapítványnak a munkáját, azt, ami annak vezetésével jár, azt viszont nagyon szeretem. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy egy alapítványnak melyek az alapvetései? Tehát melyek azok a feladatok, amelyeket mindenáron el kell végezni, méghozzá, tehát itt nincs, hogy jó szint, tökéletesen kell működnie egy alapítványnak ahhoz, hogy az eredeti célt, a meghatározott célt teljesíthesse. Mit kell ezért tenni? Hát alapvetően Edit néni, Tálos Edit néni úgy határozta meg az alapcélt, igazából az alapítványnak a küldetését, hogy ezzel nem volt nehéz azonosulnom. Itt arról van szó, hogy Székesfehérvár zenei életének a felvirágoztatása és a kifejezetten zenei pályára készülő tehetséges zeneiskolás vagy középiskolás növendékeknek az anyagi támogatása. Nyilván ezt egy picit az alaptevékenységeket kiegészítettük, de hát ehhez az alapvető célhoz nem is szerettünk volna hozzányúlni, és hogyha meggondoljuk azt, hogy Székesfehérvár zenei életének a felvirágoztatása, ebbe minden belefér, ami a zenével és Székesfehérvárral kapcsolatos. Nagyon fontos ez a minden, mert azt gondolom, hogy a Kodály mellett a Hermann a talpontja Fehérvár zenei életének. Ez meghatározó szereppel bír nyilván a Hermann ebben, és ez felelősség is. Hogyan lehet ezzel a felelősséggel élni? Hiszen azért látjuk, lám itt volt a 100 hegedűs koncert is, de az összes többi olyan koncert, hogy a fellépőkről kiderül, hogy egyrészt komoly céljaik vannak a későbbiekben is, tehát a felsőfokú tanulmányok az egyik oldalról, a másik oldalról, hogy bemutatkozhassanak egy olyan zenekarban, ami fontos számukra és számunkra is természetesen. És ebben az iskola, tehát a növendékeket az iskola segíti, de amikor az iskoláról beszélünk, akkor óhatatlanul is meg kell, hogy szólítsuk a pedagógusokat, akik mindenkinél fontosabbak. Ez így van. Az alapítvány részéről a felelősséget azt abban érzem, hogy próbáljak a lehetőségeim szerint mindent megtenni annak érdekében, hogy az iskola által már évek óta vezetett programokat, gondolok itt egy Szanyi Irma zongora versenyre, vagy a több megyére kiterjedő Furuja versenyre, akár egy Gregor József énekversenyre, és még sorolhatnánk számtalan nagyon szép programmal büszkélkedhet a Hermann László Zeneművészeti Iskola, hogy ezeket támogassa az alapítvány. Nyilván, mivel ezek különböző szakokat érintenek, így ezen keresztül az adott szaknak a pedagógusai ugyanúgy megszólításra kerülnek és bevonásra. Viszont ez teljes embert kíván, jól gondolom? Az biztos. Hát igazából a délelőttjeimet azt az alapítvánnyal és annak dolgaival
foglalatoskodom, tehát pályázatokat írok, beszámolókat, bankba járok, minden. Szerintem, aki ilyesmivel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy a napi rutinhoz ezek hozzátartoznak, és délután pedig a zeneiskolában. Tehát 0-tól 24-ig. Ugyanakkor én azt gondolom, a siker megerősít mindenképpen. Mint ahogy a család is. Egy kicsit essék szó a családról, mert én azt hiszem, hogy egészen különleges. Azon felül, hogy lelked jobbik feléről már esett szó röviden a helyőrségi zenekar kapcsán, de azt hiszem, hogy menjünk egy kicsit tovább. Hát a lányom legutóbb egy beszélgetésen. Igen, itt volt, egy itt fantasztikus nálad. Tehetség, nyilvánvaló. Éppen ma érettségizik angolból, úgyhogy... Sok sikert neki. Köszönjük. Hogy lehet gondozni egy ilyen tehetséget, ilyen sokszínű családban? Azt hiszem, hogy itt az édesapjával ezt közösen tudjuk jól csinálni. Tehát, hogy ahogy az előbb mondtad, hogy 0-tól 24 óráig terjed néha egy-egy munkanap, jó, ha 0-tól 24 óráig nem is, de nyilván vannak életciklusaink, amikor valamikor én dolgozom többet, valamikor a férjem dolgozik többet, és próbáljuk beosztani azt is, hogy igen, akkor most kinek kell kicsit nagyobb figyelmet fordítania a lányunkra. Kiérlet, jövőkép kell ahhoz, hogy minden kerek legyen? Tehát határozott célok, amelyeket aztán határozottan meg is valósítatok? Azt gondolom, hogy egyáltalán nincsen neki kiérlelt jövőképe, iránya van. Az biztos, hogy tudja, hogy milyen irányba szeretne elindulni, napi szinten változik, hogy melyik szakot szeretné elvégezni, semmi elől nem tiltjuk. A férjem nagyon jó kérdező. Tehát mindennek igazából a gyökerét keresi, hogy akkor... miért ez a döntésed, miért így gondolkodsz erről, és ezek nagyon jól segítik szerintem egy kamasznak a választásait később, hogy azokat tudatosan hozza meg. Ha már a jövőképnél tartunk, egyébként én sok sikert kívánok, én azt hiszem nagyon sokan kerestek meg, hogy csodalány, a ti lányatok, és ez így is van. Viszont milyen jövőképe van az édesanyának, édesapának? Gondolkodtatok ezen? A jövőképünkben biztos, hogy beletartozik a közös hobbink, a szenvedélyünk, az pedig nem más, mint a túrázás. Igazából most Kőszegtől Visegrádig lejártuk az országos kék túrát. Ezt szeretnénk befejezni, illetve folytatni nyilván az alföldi és a Rocambauer dél-dunántúlival. Nagyon jó lenne, hogyha elmondhatnám 60 éves koromra, hogy én az egész országot körbejártam. Ez nagyon fontos, mert így legalább jobban megismerjük a saját országunkat, közben rengeteget tudunk beszélgetni, akár vitatkozni, és tehát, hogy így tudjuk a saját életünket is jól irányítani, vezetni. Nos, hát akkor én ezt kívánom. Köszönjük szépen. Sok-sok túrát, és hát maradj meg nekünk, és maradjon meg a Herman is olyannak, ahogy megszoktuk. Egy határozott jövőképpen rendelkező pedagógusokkal teli, és zene fiatalokkal, zenés fiatalokkal, mert hogy fontos számunkra, fontosak vagytok ti is, és fontos a minden egyes diák, aki ott végzett, és elvarázsol bennünket. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.